Szeretettel üdvözöllek, Galambos Balázs vagyok, a Szépen Vájjel Válás Központ egyik alapítója és egyik ötletgazdája. Kapcsolat összeolvasztó és kapcsolat szétszedő specialista. Ha arra van igény és arra van szükség és, és arra, annak van realitása, akkor, akkor minden erőmmel azon leszek, hogy összeolvasszam, ha pedig értelmetlen az együttmaradás, akkor minden erővel azon leszek, hogy úgy válasszam szét a kapcsolatot és a házasságot, hogy a gyerekek ne sérüljenek és az anyagiak sértetlenek maradjanak. És nagyon-nagyon gyakori váló vagy szakító maga a megcsalás. Ez nagyon-nagyon gyakran előkerül, hiszen rengeteg-rengeteg impulzus éri az embereket, és hogyha a nőként te az átlagnál Legalább átlagos kinézetű vagy, akkor akkor eszmetlen mennyiségű udvarlód van. Ha 30-40-es férfi vagy, akkor, akkor meg ténylegesen, pláne, hogyha szabad ember vagy, akkor olyan vagy, mint a szabad parkolóhely a belvárosban, hiszen a, a legtöbb szóba jöhető parkolóhely az vagy foglalt, vagy rokkant, tehát óriási lesz a kereslet rád, hogyha két értelmes szót tudsz mondani, és ápolt vagy, pláne ha még sikeres és eredményes férfi. Ha házasságban vagy, az sem nagyon zavarja a 2020-as nőket, azt kell mondjam. Persze a férfiakat sem. Na most érdekes és, és nagyon nagy szembenézési és önmarcangoló konfrontatív kérdés az, hogy hol is indul a megcsalás. Tehát benne vagy egy házasságban, és igazából hol kezdődik a megcsalás? Ugye Ugye a hét főbűn egyike gyakorlatilag a hűtlenség, hogyha jól emlékszem. És igen, jól emlékszem. És hát én azt gondolom, hogy az a, az a normális és ideális párkapcsolat, ahol te nem is gondolsz érzelmileg vagy szexuálisan másra. Tehát nem gondolsz másra, mert annyira jól érzed magad a jelenlegi pároddal, annyira kitölti a szívedet, annyira kitölti a lelkedet, az agyadat, a gondolataidat és, a, és a, a szexuális fantáziádat, hogy csak ő van benne. És most azt hiszitek, hogy a szerelemről beszélek, de nem, ez nem csak szerelmi szakaszban lévő párkapcsolatokban lehetséges, hanem az elmélyült, egyenrangú, nem bántalmazó, és mindkét fél számára igazán mély szeretetet és harmóniát adó párkapcsolatokban is létrejöhet. Tehát az én válaszom, hogy a, a megcsalás az én gondolatom szerint ott kezdődik már, amikor másra gondolsz. Ha itt vagy, hogy másra gondolsz már, akkor nagyon közel vagy ahhoz, hogy cselekedj is. Na most, hogy megcselekedd ezt, vagy ne cselekedd meg, az meg annak a, annak a függvénye, hogy hol tartasz az adott kapcsolatban, mennyire ível fölfelé a kapcsolatod, mennyire vagy benne boldog, mennyire szolgálja a te céljaidat, az életedet, a, a, az épülésedet, és, és, egyáltalán mi az, amit fel kéne, hogy áldoz. Vannak-e gyerekeitek, van, van -e súlyos vagyon, vagy, vagy egyáltalán tényleg mi az, amit oda kéne dobjál egy bizonytalanére csillogónak tűnő tárgyél, amit felveszel a földről, és lehet, hogy túl nem gyémánt az, hanem csak egy üvegszilánk, ami rohadtul el fogja vágni a te kezedet. Nagyon csúnyán elvágja. Úgyhogy arról, hogy tényleg honnan kezdődik a megcsalás, sokat fogunk beszélgetni a szépen szeres workshopjainkon, és te, hogyha ebbe a helyzetben már benne vagy, hogy hogy, 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 ilyen gondolataid vannak, vagy tudod a párodról, tudjátok egymásról, hogy ilyen gondolataitok vannak, és, és ott a kísértés, akkor szeretettel várunk minél előbb benneteket a Szépen Vajá hogy a mediátorainkkal, pszichológusainkkal és ezzel a professzionális, fantasztikus csapattal abban segítsünk, hogy hűségben és tisztán meg tudjatok maradni egymásnak, illetve hogyha a célok összeegyeztethetetlenek, illetve már olyan mélyek ezek a másik harmadik fél felé érzett és reálisan érzett érzelmek, akkor pedig abban szolgálunk majd benneteket, hogy egy olyan vállás hogy a gyermekek sértetlenek maradjanak, ti pedig a megfelelő anyagi körülmények között méltóan zárhassátok le a kapcsolatotokat. A szépen vállás központ a hűségben elkötelezett.